Tótos Gerti nyírek, Holló Lászlónak tisztelettel. Három fehér nyílfa dől egymásnak a Tótos Gerti ház előtt, mint három kőbedermet óriás. Gesztenyék szelíd virágja hú rozsdamarta öreg kerítésekre, ha szemét nyitja az esti lobbanás. Sárga tűzgyúl pergamenfejű megtört asszonyok koponyáján, mikor műtermet barna küszöbét átlépik lábaim, hogy felverjék magányod csendjét és önként vállalt számüzetésed, amit egymásnak dőlt nyírfák őriznek, és a Tótos Gerti csendes éjszakák, amik nem visszhangozzák szavadat, csak kezed teremtő erejét a vásznak. Rajtuk élővé válnak az árnyak, amik lelked rejtekeiből pattannak elő, hogy uralkodjanak szemek felett, és agyak felett, meg élők felett, és holtak felett, akik már csak téged szolgálnak, alkotó kezeid, melyek benépesítik vásznaid, csodákat lopnak álmaid folytatására, meg a nyírfák ágaira, amik egymásnak dőlve őrzik kertedet, magadba zárt világodat, amit hosszúra nyúlt órákra velem is megosztottál, hogy részes legyek a csodáknak, rád vigyázó nyírfáknak, amik egymásra dőlve uralkodnak, kerted, csendet őrző neszei felett. A szülőváros ünnepelt. Ünnepelte Párizs gyárt nagyszülöttjét, Holló László Kossuth Díjas festőművészt. 1966. április 4-e volt. Ekkor nyitotta meg Holló László gyűjteményes kiállítását a Kiskun Múzeum emeleti kiállítótermében Pogány Ödön Gábor, a Nemzeti Galéria főigazgatója. Jöttek a kiállításra, a boldogító ünnepre az ünnepváró emberek. Öregek, fiatalok, barátok, tisztelők, híresek és névnélküliek jöttek a múzeumba, hogy találkozzanak a Debrecenbe szakadt mesterrel, jöttek, hogy lássák a 20. századi magyar festészet egyik legnagyobb teremtőjének, a 80 éves Holló Lászlónak 52 olajképét és 34 grafikáját. Itt a múzeumban ünnepeltek azok, akik nélkül nem lett volna kiállítás. Adorján Mihály versmondó, aki Falu Tibor Tócsos Kerti Nyírek című versét mondta el, itt ünnepeltek a tárlat rendezői, dr. Lükő Gábor múzeumigazgató és Bodor Miklós grafikus művész. Láthatatlanul képeivel ünnepelt e film készítője, a művészet szerető Kanizsai Nagy Imre, aki azóta már az égi tárlatokat pásztázza kameráival. Fiatalon bukkan elénk Terestényi Ende festőművész mosolygós arca. Fiatalon, igen, már 30 éve nyílt meg ez a tárlat. A film ennek a 30 évvel ezelőtti tavaszi délelőttnek perceit tárja elénk, bevezet a még élő, vagy már felhőkbe költözött résztvevők közé. Kedves, szép arca képen Holló László hű társa, felesége, a debreceni Tótos Kertben otthont, hazát teremtő Olga asszony. És kiket villant még fel a film szalag? Szamosfalvi Imre bácsit, a fotós Némedi Lászlót elmaradhatatlan kamerájával, Kanizsai Nagy Imréné szelíd mosolyát. Mindenkin egy pillanatig időzik az objektív, azután megpihen Holló László barázdált, de örömtől sugárzó arcán, csillogó szemüvegein. A 80 éves mester fáradhatatlan. Kérdez, mond, felel, vége láthatatlanul. Kezében a katalógus, kezében egy toll, és gyönyörű írásával írja a katalógusokra, és ennek a filmnek a végére, szeretettel, Holló László.